Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Az elmúlt időszakban, hogyha találkoztunk az utcán, vagy valahol összefutottunk, persze távolságtartással, a téma mindig a koronavírus, illetve a járvány volt. Sokakkal találkoztam, akik bizony olyan súlyosan betegedtek meg, hogy a kórházba kerültek. Tudok olyanról is, aki az intenzív osztályig jutott. És amikor onnan kikerült és a lábadozását elkezdte, akkor nagyon gyakran emlegette a kórházban átélteket, emlegette azt a bátorítást és segítséget, amit az ott dolgozóktól, ápolóktól kapott. Volt, aki itt, ugyanebben a stúdióban köszönte meg azt a munkát, amit érte végeztek a kórházba, és az is kiderült, hogy tulajdonképpen nem is látták az arcokat, hiszen védőfelszerelésben dolgoztak az ápolók, kedvesek voltak, ezt érezték az emberséget, azt lehet érezni a védőfelszerelés mellett is, de igazából az, hogy kik ők, azt nem igazán. Ezért gondoltam úgy, hogy ismerjük meg az arcokat a maszk mögött. Elsőként engedjék meg, hogy a mai beszélgetésben bemutassam vendégünket, Mező Katalin osztályvezető főnövért, a Fejér megyei Szentgyörgy Egyetemi és Oktatókórház központi anesteziológiai intenzív betegellátó osztályáról. Köszöntelek szeretettel. Köszönöm szépen, én is mindenkit üdvözlök szeretettel. Már maga az osztályneve egyébként is az emberbe egy kicsit ilyen jaj, az lehet a jaj osztály, a legjajabb osztály? Igen, azt gondolom, hogy ez az ellátás legmagasabb szintje és a legnehezebb szintje. És hogy lehet ide eljutni, persze erre is kíváncsiak vagyunk. Szeretném tényleg, hogyha megismernének a nézők téged, és ezért gondoltam, hogy kezdjük mindjárt az alapoktól. Mi érdekel gyerekkorodban, és hol nőttél fel? Én egy alföldi kis településen nőttem fel, és volt a családban egy orvos, aki szülésznőgyógyász volt, és igazából azt gondoltam, hogy micsoda szép feladat világra hozni gyerekeket, és mellette segíteni. Sok instrukciót erre nem kaptam tőle, de ez egy ilyen biztos alapnak tűnt. Nem beszélve arról, hogy én abban a szülőotthonban születtem is, hogy milyen, tehát a gyermeké vágyak, hogy milyen jó dolog majd ott tovább dolgozni. És így kezdtem el az iskoláimat is Békés Csabán, és akkor az élet úgy hozta, hogy ezeket a kis szülőotthonokat bezárták, tehát mire én végeztem, addigra esélyem sem volt mellette együtt dolgozni. Kaptam tőle egy lehetőséget, hogy segít abban, hogy a Békés Csabai Kórházban majd a szülészeti osztályon fogok dolgozni, de az utolsó nyári szünetemet ezt azért szerettem volna kivenni. És mire visszaérkeztem, hogy akkor megjelentem dolgozni, azt mondták, hogy hát sajnos ezt a helyet betöltötték, nem voltam elég éber, és az intenzív osztályon van lehetőség. Hát fogalmam sem volt, hogy mi az intenzív osztály. Pályakezdőként? Abszolút, abszolút. És három osztálytársammal kerültem erre az intenzív osztályra, ahol tényleg úgy fogadtak bennünket, hogy ők még nem tudnak semmit, mindenben próbáltak segíteni, de hát mi hárman együtt voltunk mindig. És az akkori osztályvezető főorvos egy hónap múlva behívott bennünket, hogy na ez így nem jó, vagy mi is részt veszünk mindenben, és nem csak mint tanulók vagyunk már, hanem végzettek, vagy pedig van más hely is az intézményen belül, ahol kell dolgozni. És ezt egy életre megjegyeztem, hogy ilyen szégyent magamnak soha többet nem fogok okozni. De nehéz volt az intenzív osztály mindenféle területével. Álljunk is meg egy kicsit. Tehát nővériskolát végeztél, nővérképzőt végeztél. Igen. Mennyire tudják felkészíteni az iskolákban a képzéseken a nővéreket arra, amivel mondjuk találkoznak az intenzív osztályon? Akár itt nem a tudásra gondolok, az hanem lelkileg. Az akkori képzés szinten semmilyen szinten, mert intenzív osztályon nem is volt gyakorlatunk. Tehát ez, hogy bezárul az ajtó, és onnantól se kisebbe, és hogy milyen ellátás folyik, ezt mi, akkori nővérek, mi nem tudhattuk. A jelenleg végző vagy hallgató nővérek, neki már van gyakorlatuk, nekünk egyáltalán nem volt. Nekünk az volt az első gyakorlat, amiből majdnem eltávolítottak bennünket, de nyilván mindenki összeszedte magát, és lelkiismeretesen odaálltunk a munka mellé, és
volt egy időszak, amikor azt mondtam, hogy én megcsinálok mindent, de kell nézegetni, hogy hol lesz az a munkahely, ahol még tovább dolgozom, és akkor volt egy-két támas segítség, aki azt mondta, hogy hát azért mégsem vagy te ennyire gyáva, vagy nem fogsz megfutamodni a feladat elől, és ez tényleg így van, mert azóta mindig az intenzív osztályon dolgozom. Vagy így, vagy úgy, vagy valamilyen minőségben soha nem távolodott el tőlem az intenzív osztály. Azt, hogy a beteget látom folyamatosan, észlelem, mi történik vele, tovább tudom adni az orvosnak azt az információt, amit én észleltem, és nem egy csukott ajtóból bizonyos idő múlva fogom ezt észlelni, tehát ez most már így fog befejeződni. Tulajdonképpen mi volt az, ami eleinte egy kicsit arra adott okot, hogy azért gondolkodjál más területen is, tehát maga a látvány, maga a lelki teher, vagy maga a kemény munka? A látvány is. Ez egy vegyes intenzív osztály volt, a infarktusos betegtől kezdve a politraumatizált, tehát a tényleg balesetet szenvedett betegtől. Ilyen magas szinten, ilyen súlyos állapotban sosem láttam betegeket, és nem kifejezetten a lelki terhet éreztem én, hanem azt, hogy megfelelek-e annak a munkának, hogy mindent, hát láttam a munkatársaimat, hogy milyen magas szinten végzik azt a munkát, és mennyi mindent el tudnak már dönteni, mire odaír az orvos, nem teszik, de el tudják dönteni, hogy mi lesz a következő lépés. Tehát én ezt a tudást nem láttam magamban, és ezért gondoltam, hogy nem leszek erre alkalmas. Igen, nagy terület. Tehát, hogyha egy intenzív osztályról, ahogy te is említetted, az infarktusos vagy a balesetes, tehát mindjárt külön lehetne választani belgyógyászat és sebészet egy osztályon. Összpontosul? Igen. Minden kórháznak, minden osztályáról vannak olyan nehéz, súlyos esetek, amik egy irányban tudnak még feljebb haladni, hogy tudjanak rajta segíteni, ez az intenzív osztály. Nem hiszem, hogy ha csak nem speciális oktató egyetemi kórházaknak a speciális baleseti sebészete, vagy bármilyen ilyen, minden megyei intézménynek a vezetésén levő, vagy a minden megyei intézménynek az intenzív osztály, ez vegyes. Tehát a belgyógyászati, neurológiai, baleseti, mindenféle traumatológiai intenzív osztályának a fúziója gyakorlatilag. Tehát ez azt jelenti, hogy szinte 10 évesen kerültél mindjárt az intenzív osztályra Békés Csabán. Igen. Hazavitted az ott történteket, hogy akkor hogy tetted el, ami napközben, munkaközben volt? Hát fiatal lány, hát, gondolom, érdekelt. Mentél bulizni, vagy ilyesmi? Mentem is. Másmilyen komolysággal, tehát hogyha az akkori életemet a mostani agyammal tudnám, nyilván tudnék erre válaszolni. Azért nem tudok konkrétan, mert nyilván nincs akkora felelősség az ember életében, amikor még egyedül van, a betegek azok felelősek, vagy a betegekért felelősek vagyunk, de sosem kell egyedül semmit eldönteni. Mindig van segítség, mindig van egy olyan nővértársaság, aki összefog, és mindig van fölöttünk egy orvos, aki megmondja, hogy mi az irányelv, és mi az, amire kell figyelni. Tehát, hogyha ezeket az ember így, ezeket a listákat kipipálja magába, akkor tudja, hogy mit kell, de ehhez azért évek kellenek, mire odáig eljut, hogy ezeket mind szépen, ha kipipálja, akkor tudni fogja, hogy mindenre odafigyel, és időben fog minden információt átadni az orvosnak. De ez egy tanulási folyamat, és aki szeret tanulni, az mindig érdeklődik. Az, hogy nehéz helyzet? Nagyon, nagyon nehéz helyzet. Békés Csaba, Székesfehérvár, tehát itt még van egy út, hogy folytattad a pályádat Békés Csabán? Nekem ott lezárult az életem, és itt alakult az életem. Tehát mindjárt Székesfehérvár? Nem, az ott 5 évig dolgoztam az intenzív osztályon, ott azt befejeztem, és utána ide költöztem Székesfehérvárra. És rögtön az intenzív osztályra jelentkeztél itt is a kórházban? Nem, én mire már itt Fehérváron dolgoztam volna, akkorra megszületett 2 gyermekem, és ilyen családcentrikus emberként, hogy akkor megpróbálom azt a munkaközeget megkeresni, ahol akkor vagyok szabad, amikor ők, akkor van szabadság, amikor nekik.
És én végigjártam az összes óvodát, a bölcsödét, mindenhol azt mondták, hogy túlképzett vagyok, csak a kórházba tudok menni. És hát ezt elfogadta utána a család, és így kerültem ugyanúgy egyébként az intenzív osztályra. A túlképzettség mit jelent? Mármint, hogy az óvodához képest. Hiába mondtam, hogy mi a végzettségem, azt mondták, hogy hát sajnos dada tudok lenni csak, vagy nem tudom, hogy ez biztos, hogy megfelele nekem. Akkor nem gondolkoztam ezen, a harmóniát akartam megteremteni család szinten, de a család ebben támogatott, hogy azt csinálja, amit én szeretnék. És így lett az intenzív osztály. Tehát akkor újra Székesfehérváron is megérkeztél az intenzív osztályra. Gondolom, nagy különbség nem volt a két intenzív osztály között. Akkor épült, ami már most felújításra szoruló intenzív osztály, de mert ebben az időszakban, amit Békés Csabáról Fehérvárra megérkeztem, eltelt 5,5 év. Az alatt egy bármilyen munkahelyen, bárhol rettenetesen sok változás, újítás, új gépek, új ismeretek, betegszám megváltozik, technológiák megváltoznak, tehát de úgy volt, csak azt is nagyon szerettem, hogy minden nap, amikor hazamentem, akkor elolvastam, hogy akkor mit kell még holnapra tudnom, hogy mi az, amivel kell még tovább fejlődni, és ha nem jól hangzik, de akkor is azt tudom mondani, hogy izgalmas egy tanulási folyamat az intenzív osztályon. De ezt tulajdonképpen gondolom azóta is tart, hiszen a technika folyamatosan változik. Ez így van. Tehát óriási gépparkkal dolgozunk most is, és hihetetlen nagy segítségek és olyan eljárások vannak, amik egyébként nyilván az átlagember nem tud, mert nem is kell, hogy tudjon, de nagyon-nagyon sok gépesített dolog, ami a betegek ellátását és a gyógyulást hozzásegítő dolgok, ez tényleg átlagembernek nem felfogható. Így van, ezzel én is így vagyok, mert hogyha egy ápolót azt mondják, hogy ápoló, akkor nyilván elsőre az jut eszembe, hogy hű, szegénynek mondjuk tisztába kell tenni, uram, bocsá, a beteget, vagy találkozik a vérrel, mert bocsánat, nem akarom elvinni ide. Csak tényleg az ember erre gondol, hogy ez neki nehéz. Illetve tudjuk azt is, hogy a betegek a kiszolgáltatott helyzetben máshogy reagálnak. Van, aki kapaszkodik az ápolóba, van, aki inkább az ellenkezően reagál az ő saját helyzetére. Na, akkor azt is tudni kell kezelni, hogy akkor mi legyen, és arra gondolunk a legritkábban, hogy technikai vénával is el kell legyen látva egy ápoló, abszolút, főleg ha az intenzív osztályon van. Abszolút, igen. De szerencsére mindig, amikor egy új rendszert beleillesztenek a régi rendszerbe, ahhoz azért jönnek technikus emberek, és ezen az intenzív osztályon viszont nagyon sok fiatal dolgozó is dolgozik, akiknek ezek a beállítom, csavargatom, megértem, oda teszem, illesztem, tehát gyakorlatilag nagyon gyorsan elsajátítják, és a kisújukban van egy monitorrendszerrel mindent megfigyelni a betegen, amellett, hogy szemmel is kell figyelni a beteget, természetesen nem elég az összes rendszer, de hogy nagyon ügyesek ehhez. Mennyi idő után lettél főnővér? Itt Fehérváron dolgoztam 5 évet, és akkor a első körben a sürgősségi osztályra kért föl az akkori főorvos, ott 5,5-6 évig dolgoztam, utána hát mi együtt mentünk el, mármint ő is lemondott, én is lemondtam, és utána 20 évig betegágy mellett dolgoztam, és most 1 éve vagyok a központi intenzív osztálynak a főnővére, ez éppen, hogy a vihar előtt 1 perccel történt. És nehéz volt hát ezt a vihart úgy levezényelni, hogy az embereknek egy részét nem is ismertem. És nem tudtam még, hogy mit várhatok tőlük, csak azt tudtam, hogy egy nagyon keményen dolgozó és összetartó csapat. És nagyon sokrétű a tudásuk, és az emberek is sokrétűek. Igen, mégis érkeztünk ahhoz az időszakhoz, amiről majd bővebben fogunk beszélni, de mielőtt ezt megtennénk, csak hogy tisztán lássuk, mi a feladata egy főnővérnek? Mindenféle eljárás, utasítást, ami a
felettünk levő, tehát a vezetés részéről, azokat megpróbálni napra készen a dolgozóknak eljuttatni, megismertetni, elsajátítani, és utána számon kérni. Ez a menedzsment részéről való utasítások, mivel ez alapján dolgozunk minden nap. Következő lépés, hogy a minden műszakbeosztásra a megfelelő képzettség és a megfelelő létszámú nővéreket beosztani, hogy a ellátás folyamatos legyen a beteg számhoz illesztve. És akkor van még következő lépés, hogy viszont a betegek, amikor ott vannak, akkor mindenféle gyógyszer, meg bármi olyasmi az ő ellátásukhoz szükséges, akkor az anyagtól kezdve, bár nagyon-nagyon ügyes gazdasági ügyintézőnk van, aki mindent az anyag téren ő beszerez, de a gyógyszerelés szempontjából minden meglegyen, ne késlekedjen, mindig legyen annyi raktáron, hogy a beteg ellátás folyamatos legyen. És biztos van még sok minden, csak ez egy összerakódik, és nem beszélve arról, hogy a dolgozóknak a személyes problémáiról, mert azok is vannak azzal is foglalkozni, hogy neki is megfelelő legyen a munka, a család és a szabadidő. Tehát nem tudom, kicsit szertágozó. Feltételezem, hogy ezek a feladatok mellett, a beteg mellett már kevesebbet tudsz lenni. Kevesebbet, és ez hiányzik is, amikor szükséges, így szoktam saját magamnak nevezni, hogy ezt csak hétvégén tudom megtenni, de akkor kell ilyen szakmai napokat csinálni az életemben, hogy mindig azt gondoltam, hogy azt tudom követelni a dolgozóktól, amit én is meg tudok csinálni. Tehát magamat is mindig szembesíteni kell azzal, hogy ez a feladat, amiket rájuk terhelődik, az számomra elvégezhető-e, vagy hol van az a lépcsőfok, amit kell jelezni, hogy ez itt ebben valami segítséget kérünk még, vagy tényleg zökkenőmentesen tud menni. Azért nem szabad kiesni a gyakorlatból, azt gondolom. Tehát teszem azt, jön egy új technika, az ott dolgozó, beteg mellett dolgozó ápolónak meg kell tanulni, te megtanulod vele együtt? Megpróbálom, igen. Most ez az elmúlt egy év nem adott erre nekem sok időt, de nyilván az a célom, hogyha ezek a sok-sok hullám eltűnik az életünkből, hogy minden egyes működési folyamatot, minden egyes gépet ugyanolyan szinten tudjak, mert engem sosem zavar, hogyha segítséget kell kérnem az én dolgozómtól, mert hogy én is csak egy halandó ember vagyok, de hogyha ő azt jobban tudja, akkor én azt az információt tőle tudom megkapni, és azt gondolom, hogy ez oda-vissza járható út. Bizonyos dolgokban én tudok nekik többet segíteni, de az ágy mellett ők nagyon ügyesek, nagyon talpra esettek, és a technikákat ők sokkal jobban ismerik. 2020 márciusa, ugye akkor tudtuk meg, hogy elérte az országot a koronavírus járvány. Akkor ti, akik ott dolgoztatok az intenzíven, gondoltatok rá, hogy ezen az osztályon ez mekkora változást fog hozni? Utólag a 2020 március 16 akkor volt az első COVID betegünk. Nem gondoltuk, hogy az első időszak az egy ilyen, a mostanihoz képest egy ilyen sétagalop, de akkor voltunk abban az állapotban, amikor a nehézség, hogy milyen feladatok lesznek, az ismeretlen, ez nagyon nagy teher volt a mindennapi betegellátás mellett is. Tehát nekünk a higiénés rendszabályok szerint meg kellett tanulni, hogy hogyan kell öltözködni, beöltözni, levetkőzni. Gyakorlatilag szó szerint ilyen öltöző-vetkőző próbákat tartottunk szabadidőbe, hogy mindenki tudja, hogy hogyan kell bemenni, és hol kell levetkőzni, mit kell csinálni, mi az, ami fertőző, mit szabad odabent csinálni, mennyit szabad odabent tartózkodni, mert hogy a betegek ők egy fotocellás ajtóval elzárt korteremben vannak belülről, mi pedig kívülről. És mindent át kellett gondolni, meg kellett tanulni azt, hogy kell átgondolni a benti munkafolyamatokat, mert nem tudok kijönni, lehet, hogy kint nem fog tudni senki segíteni, mert ő is be van zárkózva a saját betegével a saját kórtermébe, hogy ezek zökkenőmentesek legyenek. Nagyon kemény. Félelem nem volt bennetek? Dehogy nem. Hát mi is emberek vagyunk, volt félelem. Volt
Akkor még a legelején az intenzív résznek egy hátsó egysége volt a COVID ellátásra. Szerintem minden nővér rettegett, amikor a beosztást készítettem, hogy ő benne lesz a listában, vagy nem. Nagyon nehéz volt kiválasztani azt is, hogy nem érzelmi alapon kell döntenem, hanem talpra esettség szerint ki az, akit látom, hogy nem fog megijedni úgy a feladattól. Ki az, akinek nincs kisgyermeke, mert hogy mi azért hazamegyünk a munkából, tehát a betegek ott maradnak, van egy COVID részleg, de nekünk haza kell menni. Ki mit visz haza? Van-e olyan beteg ember otthon, akinek, hogyha hazaviszi, akkor bármilyen súlyos következményei lehetnek. Tehát nagyon sok szempont alapján kellett mindig kiválasztani azt a 12-13 embert, és napi szinten beszélgetni velük arról, amennyi idő lehetett, hogy mi az, amivel holnap másképpen, vagy megbeszélni azokat a taktikai dolgokat, ami a betegellátáshoz szükséges lesz. Hát egymást segítettük, a higiénia az elején még jött, a vezető főorvosnőnkkel is minden nap terveztünk holnapig. Tehát ennél tovább nem látunk a holnapig. És hogy lelkileg hogyan terhelődött ez a dolgozókra, hát volt, aki sírt. Vagy volt, aki... most itt nem túlzás, de a nem létező betegségébe kapaszkodott, hogy ő nem tud oda menni. És elmúlt, így tologattuk egymás után a napokat, és én mindig azt gondoltam, hogy rendben, akkor ezt is túléltük, holnap egy kicsit többet tudunk, holnap kicsit könnyebb lesz a feladat, az ellátás. És így eltelt egy hónap, és abszolút ilyen, ami nehéz volt minden napra, de ilyen zökkenőmentesen átment az összes olyan utasítás, meg az összes olyan dolog, amit nagyon profin tudott csinálni ez a csapat. Sokat emlegették, hogy mennyire terheltek az ápolók, és ez nem azért volt, mert súlyos betegek voltak, hanem azért, mert sok súlyos beteg volt. Nem kellett emlegetni, láttam rajtuk, hogy terheltek. A beteg létszám a kezdetén másfélszeresére nőtt, most jelenleg kétszer annyi beteget ápolunk, mint a járvány előtti időszakból. Nem sokkal lett több a dolgozói létszám. Frakcionáltam mindig a vezetés, adott nekünk embereket, akik tényleg nagyon-nagyon tiszta szívvel mondom, hogy emberileg, szakmailag nagyon jól helytáltak abban a feladatban, és mindig most is ott vannak még, amíg ki vannak oda vezényelve, irányítva. Ők segítség voltak a mi részünkre, de őket ugyanúgy meg kellett tanítani, tehát ők nem jártak még az intenzív osztályon. Azt mondták, hogy olyan emberrel kell foglalkozniuk, akik kontaktusképesek, és a különböző technikákat, azok meg a gyógyszereket elmondjuk, és nekik nem kell lélegeztetett betegekkel foglalkozni, ami nagyon rövid időn belül megváltozott, mert nem így volt, és ők mindenhez alkalmazkodtak, és ez a bázis, a nővérbázis, aki az intenzív osztály nővérei voltak, ők minden nap tanították. Ez is egy plusz feladat volt, hogy ellenőrizni és tanítani azokat a dolgozókat, akiket oda irányítottak, és nyilván ők is el szerették volna végezni azt a feladatot, amit rájuk bíztak. Tehát többszörös hatás. Tehát rutinból nem nagyon lehetett dolgozni, hiszen... Nem. Nem. Folyton oda kellett figyelni. Egy ápolónak közvetlenül egy lélegeztetett beteggel mi a feladata? Mi mindent kell vele csinálni? Hú, hát ez nagyon hosszú lenne most nekem elmondani, de egy lélegeztetett, ha nem altatjuk, hanem van vele kontaktus, mert úgy is lehet lélegeztetni betegeket, vannak ilyen lélegeztetési eljárások, akkor egy kicsit könnyebb. A beteg meg tudja mondani, a beteggel tudunk kommunikálni, mindenféle paraméterét sokkal könnyebben tudjuk ellenőrizni, beállítani bármit. Ő egy könnyítettebb, még az intenzív osztályon is. Aki lélegeztetve, altatva van mély altatásban, onnantól kezdve mindenféle életfunkciót folyamatosan kell figyelni, és annak a határértékeit kell tudni ahhoz, hogy mi az, ami alarmírozó lesz, és mi az, amibe azonnal be kell avatkozni, vagy mi az, ami spontán úgymond tud helyreállni. Tehát az egy nagyon magas szakmai elvárás, és nagyon
fontos, folyamatos megfigyelési tevékenység a nővér részére. Soha nem gondoltál arra, hogy menekülj? Nem. Nem lett volna ildomos nekem ezen gondolkodnom, úgy, hogy közben 80 ember azt figyeli mögöttem, hogy én mit csinálok. Tehát, hogyha én gyengének mutatkozom, akkor ők is elbizonytalanodnak. Valahogy meg kellett tanulnom azt, volt egy olyan életszakasz, amikor minden erőmet másnapra kellett összpontosítani, és ez is a mai napig is ugyanígy működik, hogyha nehéz a helyzet, akkor azt lássuk, hogy holnap reggel mit tudunk csinálni, holnap reggel mi a feladat, és hogyha ezt a feladatot estig elvégeztük, vagy hellyel közzel nagy százalékban a végére értünk, akkor ha ezt a napot túléltük, akkor megnyertük. Lelkileg nem hagy nyomot ez az év az életedben, másfél év? De. És mindenkinek nyomot hagy a lelkében, de lehet, hogy még nem tudunk rajta gondolkozni. Még ez a nyomás itt van rajtunk, tehát még csak a harmadik hullámnak a talán egy picit így óvatosan mondom a leszálló területén vagyunk. Még nem jött az a felsóhajtok, és akkor most már könnyebb, akkor lesznek problémák, azt gondolom. Így is látszik, vannak, akik nagyon-nagyon fizikailag is kimerültek. Ez így szokott történni, hogyha lelkünk megbetegszik, akkor kezdünk valamilyen testi tünetet produkálni, és ennek ez a hátulütője, hogy a kimerülés határán vannak az emberek, de nagyon-nagyon helytállnak. Mi egyszerű halandók nagyon szurkolunk, és nagyon köszönjük. Rajtad keresztül, hogy köszönjük meg az egész osztály, jól dolgozó ápolóknak is az odaadó munkájukat, és vigyázzatok magatokra. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy itt voltam. Mező Katalin volt a Fehérvár Televízió vendége. Viszontlátásra!